13 év kihagyás után újra együtt. Milyen érzés? Nagyon jó. Pont mindig mondom a színpadon, hogy olyan jó, hogy jön hozzám, és várhatom, amikor jön hozzám konfolni, meg a közös dalokba, és annyira jó érzés, hogy az egyedülalom is jó volt az elmúlt 10 évben, de azért mégis mindig azt éreztem, hogy valami hiányzik. És most olyan jó, hogy megint itt van. Figyelj, most jött el az a pillanat, hogy annyira egy hullámhosszon voltunk a Békéscsabai koncerten, hogy egyszerűen ült minden, tehát annyira éreztük egymás rezgését. Egész hétvége ilyen volt. Igen, tehát hogy nagyon-nagyon jó volt, és szerintem ezzel csúcsosodott ki az az egész dolog, de nagyon jó vele lenni. Nem mellett, hanem vele lenni. Miért van Szilvike egyedül, miért nem állsz mellé, és csináljátok újra ugyanazt a Noxot, ami volt. És ez egyre-egyre jött, és akkor egyszer csak azt mondtuk, hogy jó, akkor próbáljuk meg. Tehát hát, ha lesz igény rá, próbáljuk meg, és akkor 4 év kőkemény munkája volt ennek az eredménye, hogy tavaly a novemberben az arénába föl tudtunk állni a színpadon. Ugye a Tominak is meg kellett érkeznie ahhoz, hogy egyáltalán elérjem őt telefonon, és nyitott legyen újra arra, hogy emberekkel együtt, és velünk együtt, és újra elhiggye azt, hogy ő a színpadra született, és odavaló, és neki táncolnia kell, és nem a háttérben csinálni bármi egyebet. Úgyhogy elkezdtük tervezgetni, 2019 év végén volt az, hogy jogilag is, meg minden, hogy kinyílt minden kapu arra, hogy ezt vissza tudjuk állítani a színpadra, de aztán jött ugye a Covid, és akkor ez egy picit csúszott ez a projekt, de valahogy így volt tökéletes, és én úgy gondolom, hogy szerintem mind a kettőnknek ez egy ilyen bakancslistás történet volt 2009 óta, amikor is ez az egész így egyik pillanatra a másikra megszűnt, és szerintem ez úgy kellett mind a kettőnk lelkének, abszolút, meg a közösség lelkének is. Soha nem váltunk annyira szét egymástól. Lehet, hogy fizikálisan, meg testileg itt teljesen máshol voltunk, de hogy a lelkünk az mindig egymásnak volt teremtve. Úgyhogy mindig megtaláltuk egymást, tudtuk nagyon, hogy mit kell csinálni. Minden úgy sikerült, ahogy megálmodtuk. Én amiatt voltam első körben kicsit izgatottabb az átlagosnál. Egyrésztről, mert ugye aréna, másrésztről pedig, hogy nagyon hosszú ideig volt az, hogy egyeduralmam volt, nem volt kötött koreográfia, felszánthattam a színpadot oda-vissza keresztbe hosszába egymagam, de nem volt az, hogy figyelni kell arra, hogy itt valódi fáklyákkal, valódi kaszákkal, meg láncokkal, meg nem tudom, hogy mikkel táncolnak mögöttem, tehát hogy észen kell lenni nagyon a színpadon, de fantasztikusan sikerült. Aztán indult a Phoenix Tour, és olyan várakozáson felül teljesít ez is, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy ennyire várt bennünket vissza a közönség, és nagyon hálásak vagyunk nekik érte. Tomi, neked milyen volt újra színpadon fizikailag? Én nagyon-nagyon élveztem, egyébként megmondom őszintén, hogy ettől féltem, hogy én hogy fogom bírni, de ugye a Rubin Trékáik és Robert Norbék rengeteget segítettek nekem tavaly, hogy az arénába teljes mértékben fizikálisan felkészüljek, és az még hagyján, tehát azt kipipáltuk. De aztán jött az, hogy na, azt mondták, oké, de most megyünk vidékre, újra buszozunk, turnézunk, de ezt hogy fogod bírni? És figyelj, annyira jó érzés. Hullafáradt vagyok, de érzem azt, hogy egy olyan csapat van mögöttünk, mellettünk, olyan csapattal utazunk együtt, olyan táncosokkal, zenészekkel, akik egyébként felettetik ezt, hogy én mennyire fáradt vagyok, tehát hogy imádom ezt csinálni. Tényleg közel 80 főből áll a stábunk, akik koncertről koncertre jönnek, mennek, és úgy működik ez az egész tényleg, mint egy nagy család. Nagyon szeretjük egymást, és ez szerintem érződik az egész produkción, az egészet átitatja az, hogy mindenki szívvel, lélekkel csinálja, és hát nagyon készülünk, hiszen a jövő héten jön ki a Galambom hivatalos videóklipje is, tehát hamarosan végre elkészül a
az Aréna koncertből is a videó, és hát ebből a turnéból is készülünk még videókkal, hiszen hivatalos fotósunkkal, videósunkkal járjuk végig az egészet, úgyhogy készül majd ebből is egy összesített gyönyörűség így az egésznek a végén, úgyhogy sok minden lesz. Tehát nem lesz a tavaszi turnéval vége ennek az egész dolognak, tehát mi azért tértünk vissza, hogy utána maradjunk is ugyanúgy ebbe a zenei életbe, úgyhogy jönnek a nyári fesztiválok, jönnek a meghívásos bulik, tervezünk ide-oda menni egyébként magyar lakta területekre is, tehát Szlovákia, Felvidék, hasonlók, de igen, tehát az a célunk, hogy itt maradjunk, és ugyanúgy boldogságot, szeretetet sugározzunk. Igazából azért is vadonatúj lemezzel jöttünk vissza, mert teljesen aktívan tértünk vissza a könnyű zenei életbe. Most annak ellenére, hogy én az elmúlt 10 évben azért ugyanúgy koncerteztem, dalokat írtam, albumokat hoztunk is, stb. De nem szeretünk volna retróban visszatérni, hanem úgy a szószoros értelmében aktívan visszakerülni a színpadra, és egyrészt a közönség úgy fogadta az új lemezt, a Phoenix lemezt, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy az elmúlt 21 évünk talán egyik legjobb lemeze, mert nagyon kiforrottra sikeredett. Nagyon sok szerzővel dolgoztunk együtt, olyanokkal, akik annyira ráéreztek valami olyan ízre, ami nagyon nox, de mégis mai, mégis friss, mégis lendületes, hogy én nagyon büszke vagyok erre a lemezre, és nagyon sok még hasonló van tervben. Terveink szerint még ősszel nagy valószínűséggel csinálunk valami hasonló kis turnét különböző helyeken, de arról majd még később. Végezetül egy-egy mondat, mit üzentek a nézőknek? Mit üzenünk? De maradjanak ugyanolyanok, mint mi. Tehát mi is maradtunk azok, akik voltunk, ők is maradjanak Nox-rajongók, és figyelj, amit még el szerettem volna mondani, hogy az ebbe a csodálatos dolog, hogy akik régen 20-21 évvel ezelőtt fiatalon jártak Nox koncertre, azok most már családosan, tehát hozzák a gyerekeket is, tehát egy több generációs bulit van itt, azt üzenjük nekik, jön Szeged, Szévi szülővárosa, úgyhogy így legyenek ott 5000, tehát jöjjenek. Én pedig annyit szeretnék üzenni azoknak, akik most nézik ezt az interjút, hogy szeretet van, akkor minden van. Ha zene van, akkor béke van a lélekben, és mosolyogjanak nagyon-nagyon sokat, mert úgy érdemes igazán élni.